Most a Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakos hallgatói vesznek részt, a Bukta és Imre és Nemere Réka osztálynak a hallgatói dolgoznak. Hány hallgató érkezett is, hogyan telik ez a bő másfél hét nekik? Hát összesen 17 hallgató van, és volt itt, most egy picit megcsapattunk, mert néha dolgozniuk kell, és akkor a végén elmentek, és folyamatosan itt vannak egyébként, általában hát 10-11 napig tart ez a munka, ahol végül is nem kifejezetten festészeti feladatokat készítenek, hanem mivel a plenerben vagyunk, itt sok mindent, és ráadásul nagy a terület, itt lehet más műfajokba is gondolkodni, és ez így kikapcsolódás olyan szempontból már, mint a festészetből való kikapcsolódás, és akkor készítenek fotókat, filmeket, agyagozás, kerámiát, térinstallációkat esetleg, a természetművészetet, tehát itt sok mindent kipróbálhatnak, és kipróbálnak. Mi a célja egy-egy ilyen művésztelepnek? Milyen haszna van egy-egy ilyen alkotótábornak? Hát elsősorban a szakmai ismeretek tágítása, ugyanakkor természetesen benne van a kikapcsolódás is, és benne van a csapatépítő lehetőség, a közösségi szellem itt nagyon megerősödik köztük, úgyhogy ez arra nagyon-nagyon jó. Nagyon fontos az, hogy a négy fal közül, az egyetem falai közül, ami egyébként a Epreskertben van, onnan kimozduljanak, és szó szerint a szabadban legyenek. Ez egy nagyon fontos véleményem szerint. És most végül is tematikus feladatot nem kaptak, hanem általában az a gondolatszál, amit ők visznek, azt most más műfajban is próbálják mondjuk így kivitelezni, vagy kipróbálni, de természetesen festenek is, tehát így kell elképzelni, hogy mondjuk délelőtt, délután, késő estig folyik a munka, valamint utána közös főzéssel pecsételjük meg a napot. Miket alkottak eddig a hallgatók? Hát sokféle műfajban dolgoztak, volt, aki szobrot készített, egy napórával kapcsolatos alkotást, még majd be kell neki fejeznie, akkor van, aki növényi színező anyagokat használ, tehát természetes anyagokat használ festékként, aztán van, aki szobrot készít, van, aki akvarelleket, van, aki vázlatokat készít, hát sokfélék, mint ahogy mi emberek általában azok vagyunk. Fontos megemlíteni, hogy maga a művésztelep az pontosan a falu közepén van, a templom mellett, ezért ugyan ez egy sziget, de mégis ugye kijárnak a boltokba, adott esetben a kocsmákba, tehát kapcsolatokat teremtenek az itteni emberekkel. Véleményem szerint ez nagyon fontos, mert kiderül a szemereiek számára is, hogy ezek a művész palánták, a művészek, ők is húsvér emberek, és ugyanolyan nem elszállt ilyen művész magatartással bírnak, hanem teljesen normális fiatalokról beszélünk. És amikor mondjuk kialakul egy ilyen kapcsolat, még abból esetleg mű is lehet. Visszatérve a kérdésére, szerintem nagyon-nagyon nagy hatással van rájuk, hogy itt vannak, illetve pontosabban inkább úgy kell fogalmaznom, hogy itt voltak, mert később esik le a tantusz. Tehát azok a benyomások, impressziók, amik őket érik, majd adott esetben októberben, szeptemberben, végül is az évadban, akkor esik le a tantusz, és akkor fognak majd esetleg visszatérni az itt tapasztaltakra. Így, legalábbis ezt így az évek folyamán ez kiderült, hogy ez így működik. Van olyan volt hallgató, aki itt talált ki olyan módszert, olyan metódust, amivel aztán később bekerült egy galériába, sikert aratott, és most már például Izraelbe nagy filmes díjat nyert, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos ez. Főleg a kísérletezési oldala, és az, hogy talán nincs meg
új az a, nem azt mondom, hogy görzs, de mégis a műteremben van egy ilyen megfelelési kényszer, ami óhatatlanul előkerül. Egymás mellett vannak, ami mindenképpen jó is, de lehet esetleg adott esetben feszültség forrása is, az itt mind-mind elkerülhető. Körülbelül ilyen 5-6 éve foglalkozom úgy a festéssel, ahogy most érdekel. Nyilván, mint sok mindenkinek, nekem is így megvolt gyerekkortól kezdve az érdeklődés, de ja, hát a technikai tudást azt így azóta próbálom építeni komolyabban, és ezért is jó szerintem nagyon, hogy itt lehetünk, mert rengeteg dolgot kipróbálhatunk, amit így a mester felajánl nekünk, amilyen eszközeink nekünk nincsenek, vagy akár számomra is most, hogy ilyen növényi festékeket próbálok készíteni. Igazából ezt Pesten nem nagyon tudom megvalósítani, csak ha ilyen nagyobb kirándulásokra megyek növény gyűjteni. Hogyan telik itt egy napon művésztelepen? Hát amikor felébredek, akkor felébredek. És akkor igazából én az első napokban csak a festékeket készítettem, meg sétáltam, növényeket gyűjtöttem, azért akkor a tudásom még nincs, hogy így mindent felismerjek, szóval a telefon segítségét így használtam, ilyen növényhatározókat, mindent, és akkor ezzel így játszadoztam, utána olvastam, hogy melyikből milyen festék készíthető, mennyi főzéssel, stb. És mikor már úgy éreztem, hogy azért van valamekkora palettám, vörösek is, zöldek is, a sárgákat nehezebb volt megcsinálni, de már az is valamennyire működik, akkor így elkezdtem festeni. Meg ugye színpróbákat is csináltam, hát ezek kicsit ilyen koszosak lettek egy kisebb baleset után, de akkor így már láttam, hogy ezekkel talán lehet valamit így kezdeni. És akkor igazából most úgy festek vásznakat, hogy anyagában festem meg, nem úgy, mint egy vászonfeszítés után, amikor le van alapozva és a felszínére rákeni az ember az olajfestéket. Ezeknek szinte így a másik oldalán is ugyanúgy látszódik a kép. Szóval ez teljesen így anyagában megszínezett vászon, mint egy textilfesték. Uh-huh. És honnan jött neked az ötlet, hogy természetes festékekkel, természetes alapanyagokkal festél, ami falusi környezetben bárhol megtalálható például? Igazából ilyen... sok minden közre játszott, hogy ezt szerettem volna így kipróbálni, mert eleve a textilművészet is érdekelt, középiskolában is már így próbálkoztam vele, akkor már színeztem magamnak fonalakat, de így vásznakat nem. És igazából így ilyen bőrbetegségeim is lettek különböző festékektől, mert sok vegyszert használtam, meg hasonlók, és akkor gondoltam, hogy nyitottál a természet felé. Igen, kicsit nekem is jobb lenne, meg úgy izgalmas, hogy saját magamnak mit tudok összehozni. És mit tudtál összehozni? Miből mi lesz? Akkor szemezgessünk egy kicsit, mert látom, többféle fűzet van. Igen. Kis lábasokban, edényekben. Hát ez micsoda? Ez a vörös fűz, és ilyen egészen érdekes színeket tudtam elérni, mert ugye hát most is használok vegyszereket, tehát itt van a fűznek az eredeti színe, és hogyha ilyen lúgos dolgot adok hozzá, akkor ilyen vöröses barnára erősödik fel, vagy inkább kicsit sárgás, és hát egészen hasonló lesz, mint mondjuk a diópác. Kicsit tehát, ilyen a barnás színezet. Igen, és ebben mit találunk ebben a kis... Ez a csipkebogyó, és ezt se szűrtem még le, mert így igazából minél többet állnak benne, annál intenzívebb színek elérhetők. És az itt látható, egy ilyen kicsit halvány rózsaszínes narancssárgás, de azt már ezen is használtam ezen a képen. És meg ott fönt az égnél. Igazából ez annyira nem intenzív szín, de tudom, hogy tartós, úgyhogy ezt szeretem használni. Hogyan kell ezekhez hozzáfogni, amikor ezekkel alkotkodnak? Nem pontosan úgy, mint az olajfestékekkel, vagy a vízfestékekkel, nem ugyanúgy kell vele dolgozni. Először kicsit ilyen kísérleti jelleggel próbáltam, hogy nem annyira gondolkodtam, hogy most új témákba kezdek a festészetben, inkább csak az anyagokat kipróbálni, és kint van több olyan kép, ami mondjuk nagyon egyszerű, hogy csendéletet itt beállítottam, és akkor úgy inkább a színekkel játszottam. Ezeken pedig
próbálom ilyen nagyon lazán elkezdeni foltokban, és aztán ebbe filctollal is belerajzoltam, és akkor így nagyon lassan építgettem több rétegben, mert ugye így több is a száradási idő. Uh-huh. És mik a terveid ezzel? Készítesz egy sorozatot belőle, vagy csak így próbálkozom még? Vagy mi lesz a végkifejlete ennek a művészteletnek? Hogyan fogod zárni? Most úgy érzem, hogy ezt így hosszabb távon jó lenne kifuttatni, meg most úgy érzem, hogy elég sok tapasztalatot szereztem. Szóval, ha így az epreskedben, a műteremben meg tudom ugyanezt valósítani, nyilván nem fog úgy menni, mint Szemerén, de azért folytatnám. A kötelek már a felfüggesztéshez kellenek, hogy egyensúlyban legyen, és kötele végét be szoktam ragasztózni, hogy ne foszoljon el, és akkor úgy kötözöm rá, és majd a felfüggesztéskor derül ki, hogy ez valóban egyensúlyban van, és akkor még majd tudok alakítani a kötelek hosszát. Itt van előttünk a mostani művésztelepes alkotásod, mit látunk pontosan? Mi lesz majd ebből a végén? Mert ugye még nincs kész teljesen. Még nincs, igen. Ez egy olyan szerkezet lesz, amit hát ilyen gyerekjátékszerű dologból indult ki. Van egy ilyen madár, amit fellógatnak, és akkor ha meghúznak, akkor így mozognak a szárnyai. Ez egy ilyen fajáték, és ezt szerettem volna kicsit máshogy elkészíteni. Vásznat és ragasztót hoztam otthonról, és a többit meg itt találtam, hogy ne kelljen vonatozni ezzel a sok mindennel. És miért pont erre esett a választásod? Hogy miért ezt? Mostanában elkezdtek érdekelni ezek az ilyen mozgó, kicsi szoborszerű tárgyak. És gondoltam, ez jó alkalom, hogy kipróbáljam milyen ilyet csinálni. És hogyan fogod ezt még folytatni? Hogy ez fel lesz majd függesztve valahova, és hát akkor igen. Úgy fognak mozogni a szárnyai? Igen, itt ezeknél az áthidalásoknál lesz majd felkötve, és alulról lesz egy kötél, amin egy súly lóg, és elvileg, ha azt meghúzom, akkor kezdenek el mozogni a szárnyai. De ez még kérdéses, hogy működni fog végül, mert még sose csináltam ehhez hasonlót.